Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és egy pár másodperces magyarázattal tartozom. Erről a fejről. Na, felvettem nektek a Konarium második részét még napokkal ezelőtt, mert tudtam, hogy húzos lesz a hétvégém, más dolgot terveztem, és még felvettem pár videót. Eddig nagyon szép és nagyon fasza. Amivel felveszem, az pedig az XSplit. Ez nem is lenne probléma, én nagyon szeretem ezt a programot. De jött hozzá egy frissítés. Lefrissítettem. Jó. Jött egy Windows frissítés. Jó. Hát ők nem szerették egymást. Intenzíven nem. És mivel nem vagyok túl jól, nem baj, mondom, csinálok nektek videót. Ezt mondta, aki egyébként elő van fizetve a csatornára, ő ezt majd, ők hamarabb láthatják a különböző, mostában hamarabb azért próbálok posztolni. Igyekszek, ahogy megígértem. Szóval a fazmafóbiánál is felvettem egy részt, meg a Konariumot is. A Konariumnak kb. Egy órát játszottam vele, konkrétan. Eltűnt a fele. Fele? Háromnegyede. 27 percnél, durván, majdnem a fele. 25, valahogy így. Úgy döntött a játék, hogy a felvétel, hogy megakad. És csókolom, nincs tovább, kész. De! Úgy döntött, hogy a hang, a mikrofonom, úgy döntött a XSplit, azért tudok ide, mert itt látom magamat, a másik monitorom. Az XSplit úgy döntött, hogy a mikrofont nem kapcsolja be. És inkább azt a használja, amint ti most láttok engem, a Logitech kamerának a mikrofonját. Ezzel olyan hangom van, a fazmafóbiás videót nem rontotta el, annyiban csak, hogy nem jó a hang, mármint úgy értem, hogy olyan dobozva hangom van, mint hogyha most nem is lenne, értitek? Tehát mint a legelején, nem tudom, sok-sok évvel ezelőtt. Hogy csak azzal tudtam, mert nem volt külön mikrofonom. Nagyon veszélyes lesz majd. Nem olyan, megnéztem a felvételt. A program nem jelezte, hogy ő lecserélte volna a alap értelmezett, beállított mikrofont. És így nem szoktam ráellenőrizni, hanem, de azért ráellenőrzök. Na, miért feltöltöm. Hát de jól tettem. Na most, ha felteszem, elkezdtem feltenni a Konariumot, fel is töltötte a csatornára. Nyilván csak nem osztottam még, megmondom, akkor megnézem, beállítgatom a dolgokat, tudod, izé, a legvégén tudja, akkor lehet, hogy kattintani feliratkozás, stb. Szóval ez a fej, ami most van, az annak az eredménye, hogy hajnal van. Ott a szoba tök sötét van. Felkeltem még munka előtt, mondom, basszus, mondom, ezt meg kéne nézni. Hogy mizu van, mert hogyha bármi van, akkor mi napközben tudok szerkezgetni bent, ugye a melóban, csak ránézek, tudod, izé a csatornára, izé, egy-két beállítás, csókolom, pöpec, és megosztom. Úgyhogy most ez a fej, ez a Pizsi, ez a fejem most keltem föl. Így nézek ki reggel. Szóval ez kicsit problémás. Itt a kávém, azért csináltam egy gyors kávét, úgyhogy... Nem is vagyok a legjobb állapotban, de szerintem a kis csodás kis herpentyűmön látszik. Na mindegy, ezt csak engedjük el. Csak utána megmagyarázom, hogy ez mi. Szóval, de csináltam egy tesztfelvételt. Ja, a tesztfelvételekből szerintem fogok csinálni nektek egy montást, mert van egy pár. Most néha összegyűlteni, amikor törlöm, szóval majd keresgélek a gépem. Olyan dolgok szoktok benne lenni, hogy így besírtok. Komolyan mondom. Én... Ott minden van, elszállok, elreztem a hajamat. Szóval most Pizsibe nyomom nektek. A játékot. Újra. És ezer millió sorry, hogy nem lesz olyan a reakcióm, mint legelőször. És ezt nagyon-nagyon fogom sajnálni, hiszen annyira jó rész ment tönkre. Mindegy, még van
egy órám, hogy elinduljak dolgozni. Úgyhogy megpróbálok kb. Nektek szerintem kitölteni majdnem egy idézésen egy órát. Tudom, már elpofáztam 5,5 percet, de ezt nagyon meg akartam nektek mondani, hogy mi történt. Úgyhogy ennyi. Igazából beindítjuk a játékot. Beindítom. Indítjuk. Ah! Play it cool. Éj, nem voltam felkészülve. Na, konarium. És nem a játék hibája, mert ez a felvevő program hibája. És tehát úgy azért van több monitorom, hogyha valami van, ugye felvétel közben, ugye ezen a monitoron itt oldalt, ugye ti vagytok az óriás nagy 32 szolon, ugye az ívelten, ti vagytok, hát na, azon játszik. Értitek, na. Van a másik, kisebb, a 27-es. Azon látom felvételt, mi történik útközben, hangot, látom van hang, és nem tűnt föl, hogy ez nem az a hangsáv, amit itt csinál. Mindig fáj, csak tehát játék betöltés. És itt láthatjátok, hogy most reggel csináltam egy autómentést. Most újra. Ugye aztán már egy órája, több mint egy órája, vagy másfél órája fönt vagyok, másfél órája, és próbáltam meg szerkeszteni legalább, hogy a konarium, ha még rosszabb is a hang, de legalább vissza tudjam hozni az elvesztett felvételnek a háromnegyedét, de nem sikerült. Úgyhogy... és direkt szabad napomon, direkt játszottam nektek több, mint... Nem vagyok ideges! Újra kezdem. Szóval csináltam egy új mentést, ahonnan abba hagytam, visszakerestem a mentéseket, ahol nektek előző héten abba hagytam. Bocsánat, csak nagyon-nagyon-nagyon mérges vagyok. Olyan szintű mérgesség van bennem. És még... Moharu... Jó ismerősöm, meg ilyen csatorna követő, stb. Bejött még ahova dolgozom, találkoztunk, összefutottunk, és mondtam, hogy ez a rész, ez olyan rész lesz, annyira izgalmas, olyan izé UIA dolgok vannak benne, és... Mindegy. Na. Tehát. Tudom, mit kell csinálni, ez a baj. Előre. Itt van ez a hulladék. Szó szerint. Szóval meg kell keresni. Ennek a... mutatom. Ennek a videókának az ilyen... Ne zizeg! Frank, I don't know if you can hear me, but... I am trying to... search it. It's the only way. Hey! Hey, can you hear me? Damn it! Who was he? Na várjál, az előző részben ez nem volt ilyen, vagy volt? Na mi, de ilyen ezt meg kell találni. Hol volt? Ja igen, tudom. Biolaborba. Csak én nagyon... És ez is érted. Elvillag már! Ilyen nagyon vak voltam és... Csodásan nem vettem észre, hogy itt van. Érted? És mire megtaláltam. De mindegy, még mielőtt ezt itt izélnénk. Felmegyünk, mert... zárva lesz. Igen. Felmegyünk, mert szükségem van a dolgokra.
Mert ugyanis, hogy azt hittem, hogy ilyen dolgot kell még keresgélni. Hasonlók. Ez a csúnya fejű... Úristen, ez a csúnya. Mert most azért nincs annyira nagy világítás rajtam, mert nagyon fáj a szemem így reggel, és így... Tuti, hogy... ha én most bekapcsolom a fényeket, gyerekek, itt dzsihád lesz. Szerintem azt fogja mondani a munka előtt, hogy így... Meg éhes vagyok, hallod, még nem reggeliztem, és tiszta idegsokba állok. Tiszta idegsokba vagyok most, komolyan mondom. Most tudom, mit fogtok látni? Megmondom, mit fogtok látni. Egy hisztis... Jaj, ne jöttem. Egy hisztis reggel felkelt nőt, aki 30... sok évesen. Nem mondom ki. Na jó, nem. Csak 26. Itt rinyál korán reggel, hogy... Nem is ide kell jönni. Nem kapott reggelit, amit nem csinált magának még, de mert akarok, mert reggel, tegnap eldöntöttem, hogy reggel mit fogok enni, pirítóst fogok enni. És ha én reggel nem kapok a munka előtt pirítóst, olyan ideges állapotba kerülök, hogy bejön a vásárló, menjék ki. Hoztál pirítóst? Nem hoztál pirítóst. Akkor menjék ki fel. Majd ha hozol pirítóst, vásárolhatsz. Dél. Pirítós nagyon cacikivel. Mert te nap esetet csináltam cacikit. Figyeld, itt a kulcs, és ezt is hallott kerestem 500 évig. Ez a kulcs nem olyan kulcsám, hogy azért nagy dolgokat ad. Érted? Csak igye, ezt, egy trófeát szereztem. Na! Jáj, viszket alá van. Úgyhogy ma ez a játék, ez a hisztizésről fog szólni. Mert reggel van. Kész. Nincs mese. Meg utálom, hogyha felébresztem. Azt nem volt leengedve, ízé annyira led, hogy ezt már kezdett hajnalodni. Ezt fel, kinyílik a csipám, hogy... kinyílik a csipám, értem. Jaj, reggel van. A bioritmus azt mondja, egy kis fénysugár így besuhan. Fénysugár, nem is süd a nap. De fel kell mondjuk, és ugye fellők izé van, minden. És és keljél föl! Keljél föl, Miharu! Keljél föl! Te! Csináld velem! Ja igen, és itt szerencsétlenkedtem ezzel a szarral. És... Nem. És nem jöttem rá. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. Ott is csak forgattam ezt a biót. És itt nem csináltam semmit konkrétan, mert nem tudtam mit. Mert ezeket a gombokat kéne nyomogatni. Hát itt nyomogattam vagy 20 percig. Ha nem több. És nem jöttem rá, mi van. És tudod, mi a legborzasztóbb? Elmondom nektek. Most sajnálom, hogy ezt kell hallgatnotok, de a legborzasztóbb az az volt. Hogyha elbaszódik egy felvétel, mondjuk, akkor az X-Pult automatikusan kijavítja. Na hát szerintetek nekem kijavított ez a rohadék? Nem. És nem is jelezte, hogy adj egy gyógyszert, én megenném. És nem is jelezte, hogy bármi probléma lenne ez a szutyokkal. Jó van. Értitek? Semmilyen jelzést nem adott. Semmit. Egy hogy kávé, hát ha jobban fogok érezni, és elmúlik a tisztipartit. Te! Ha én találkoznék egy ilyennel, úgy megcsapnám, halad most korán reggel beszél. Te! Ha rosszul indul a reggel, már pedig nem azért indul rosszul, mert nekem videóznom kell, mert szeretek videózni, értitek? Nektek csinálni videót, imádás. Sőt, szeretem azt, hogy kommentelgettek, szeretem azt olvasni, egyszerűen bírlak titeket. Értitek?
Na, tökre hálás vagyok, hogy itt vagytok. Tök mindegy hányan, érted? Hanem az, hogy megcsinálok valamit, és a munkám úgymond tönkre vész. Tehát, na attól, ember. Fú, elmoda kell menni. Hova kell menni? Ide. Attól lekészül az életem. Fölmenjünk. Lekészülök. Na. Igen. Na, ez egy nagyon izgalmas hely lesz amúgy. Na, már zizeg. Már kezdek ilyen mátrixosodni. Ezt is miért megtaláltam? Érted? Itt volt. Olyan agyam volt, mint két marék pillangónak. Ja! Másik. Mire rájöttem, hogy hogyan kell lővenni a tárgyakat, itt nézd, nyomom a C-t, halljátok? Nem csinál semmi. Rájöttem, hogy a space-t kell megnyomni, hogy elő tudjam venni a különböző cuccokat. Hát ott szenvedtem, hallod a videóba, hogy 20 perc, és elveszett az a rész is. This is amazing. Most of the ground level structures have been crumbled and rounded from untold eons of savage storms, and thus weathered into shapeless ruins. However, both the ground level and the cavern systems below are clearly displayed in these bas-reliefs. The most striking features depicted in this grand panorama, I believe, are the tall, occasional towering spires, which somehow resemble a lighthouse. They all seem like focusing a light beam towards a colossal structure in the center. Could there be some sort of religious meaning behind this? Or simply something that has a more practical use? I'm not sure. Na, kihalucinálgattuk magunkat. Itt is volt egy tök jó poénom, azt most mondjam el. Nem olyan, ott csak úgy jött. A kis Jézus születése. Ez sem most már nem olyan jó. Itt is volt egy az valami egyiptomos... Nem tudom, fasságot mondtam. Nagyon jó. Kész vagyok reggel. Szerintem olyan, mint hogy alkoholt ittam volna. Fáradt vagyok. Nagyon. Azért reggel. Nekem azért már. 6-kor kelni az sok. Az. Tudom, hogy másnak ez evidens. De 2-kor aludtam. Szóval, na, mi van? Ami világító ez. So this is the strong light that can be seen from ground level. Yeah, that's the first intro. Nem láttam. Na mindegy. Igen, mert ez a bigyó egyébként valami... Nem jutottam még el oda. Szerintem itt ez az világító tony, ahol vagyunk. Ugye alatta vannak ilyen katakomb, szerintem ez ilyen összerakott. És akkor voltak piramisaik test... ez nagyon menő. És három részből jön a fény. Három ilyen világító toronyból. Arra nagyon messziről is egy. Ugye onnan, innen. És ugye itt vagyunk most. És akkor voltak ilyen piramisaik amúgy, az nagyon menő. Na mindegy. Lemegyünk a földszint, vagy a izére. Lehet, hogy így kéne videóznom reggel. Talán, mint hogyha vinnék, és az egyszerűen. Nem, mert akkor hisz tudom is.
az a jó, amikor nem ilyen van, hanem kiegyensúlyozott vagyok. Értek, ilyen kis csilles, rendes, aranyos, bármikor, nem ilyen pécsa. Tudom, mikor az. Tudom, mikor az vagyok. De engem reggel ne idegesítsen. Tehát, hogy egy, ha felébreszt, azt megdöglesz. Kettő, megsegítettem a kávém. Nem tudom, nagy koffein lenne benne, de... Na. Szóval furcsa növény tölti be a folyosók többségét, amely legalább olyan elképesztő, mint amilyen halálos. Az Opu-Aut bázis alatt, jó neve van, létezik egy rejtett világ, és bár készen álltam egy ilyen hely felfedezésére, mások bizonyult, mint amilyennek elkezdetem, próbáltuk átvágni magunkat, de a növény egy nagyon mérgező gázzal reagált a látszólag izzó rügyeiből, figyelmeztetést adtam ki. Nehogy bárki is megközelítse ezeket a növényeket a barlangban. Balangokban. Balangok. Oké. Emellett különös jelenséget észleltem, miután eltöltöttem némi időt a növényi minta vizsgálatával. Eszembe jutott, hogy az egyéni tőkék igény szerint növekednek és zsugorodnak. Úgy tűnik, mintha képes lenne mozogni, még akkor is, ha nincs végáramlat. Ez a mozgás túlszabályosnak tűnik ahhoz, hogy természetes tényezők okozzák. Furcsának hangozhat, de elképzelésem szerint tudatos, legalábbis valamilyen szinten. Szóval nagyon jó, van egy növény, ami itt ilyen kúszik-mászik. Hey! Baszki, megjöttem! Dr. James? Dr. Morgan? Anybody? Where are they, for God's sake? Itt ég a tűz. Nézzétek a kamerafiát. Elnézek? Nem. Megvilágítja az arcot. Szóval... mi van? Le kell jutni. Oda le. Ja. Itt a mérgező növényke. These ivy-like plants are blocking the way. Ja, onnan a föntről jön ez a fény oda be. És akkor várjál, mire rájöttem, hogy dupla kattal kell elővenni. Most nem tudom használni, várjál. Nyugodtom a izét, ezt nem bírja használni. Sutyerák. Na, mert valami ide jön, én fejbe csapom. Én esküv fejbe kúrom. Kúszik-mászik. Nem szereti a fejét. Ízümik. De miért ilyen ronda itt minden? De most komolyan. Van egy másik civilizáció, az miért mindig most csak számú, jó, lehet, hogy csak nekik is számukra indorítóak vagyunk, de basszus. Most komolyan, hogy néz ki? Bár ezek az aranyat ismerték, nem? Jaj, de jó. Hagyjunk már egy aranyat. Ez annyira alien. Annyira. Ugye a játék tök szép egyébként. Hang minden jó, oké, mehetünk tovább. Kéve, ha megint átkodó felvétel, akkor esküszök megalom. Én akkor tuti megalom.
25-27-nél csinált az előzőnél, szóval. Mindjárt ott vagyunk, mindjárt. Nagyon figyelek. Amúgy furcsálom, mi volt a bajom. De az előző a faszbafóbiával a hangon kívül nem volt semmi gond? Nem érsz? Kemegelte, nem csak csinálni kell a dolgot, ugye? Ott kő majdnem. Hello! Jézus Isten! What was that I've just seen? Hát semmit nem láttál, csak behalúzolt. Egy varjú ember. Ez a másik a poénosabb. Bocsista varjú ember. Na jó van! Még ezek a nyekergések. This stonework seems weak. Na, itt mennyit szenvedtem, mire ezt előkaptam. Te! Ja, várjál már, flash! Oh, van lájta! Elfejtettem! Jó. Basszus, megijedtem. Ez is arany, érted? Vagy nem tudom. Egy fényes, virágszerű tárgy, középen toboz alakú, kivitelezéssel a tobozt. Gyakran használják a harmadik szem, hát persze, mert ez itt meg vannak buzulva a harmadik szemért. A toboz mini szimbólumaként. Ez csodálatos. Trófeát. Jézus! Még bezzeg égnek a gyertyák. Hát ezt mikor gyújtották? Oké, okay, no problem. Igen. Csak itt át sétafikáltam. Bazd meg! Mi volt ez? Halucinálok a kávétól? Az jó. Ah, az jó. Szeretek ilyet halucinálni? Ezt nem csináltam az előzőbe. Ez mi a fi? Mi a tevenyereg? Ez mi volt? Öt darabot mindegyik egy eltérő jellel. Na, ezt is kereshettem volna! Most milyen vagyok? Újult erővel? Korán reggel? Elém ugrik egy ilyen szerencsétlen álladék. Lecsapkodom. Na most mi látok, még milyen jól néz ki ez a játék? Halljak be! Ne halljak be, de... Érted? Itt egy fa! Fa! És senki... Mázizgek. Thank you.
kemény kávét tól, csávó. Ja? Én is. If I am not mistaken, this relief depicts that the overgrown flora we came across at the various points in the cavern can be cleared away with an iridescent device, a tool or a talisman. No. Curiously, we still haven't been able to find the roots of those plants. They seem to seep out of these caverns by passing through crevices which look as if intentionally made for them. What other secrets might these silent halls conceal from us? Csendes. Hát persze. Hát persze. És akkor várjátok, ezt nem lehet itt C. Ja, a C az arra van, hogy belerakom a felszerelésbe. Ja. Ja, jó. Ezt nem mondta senki. This is Frank Gilman. Can anybody hear me? Over. It's no use. Majd akkor felesleges, ha én mondom, jó? Te nem magyarázol. Ja igen. Így-e? C. És akkor itt lesz. Lerakom. C. Lerakom. Ah, nagyon jó. Bármikor elő kell kapni. Van ilyen ta... Ja tényleg is, akkor itt áll. Na, ezek a gyík emberek. Aranyozott gyíkok. Az arany gyík ember. Azt itt talizmánozik, az, hogy eltűnik az a növény. Na itt azért már veszélyes terepen vagyunk, mert itt még nem annyira jártam. Mi az Isten van már megint? Bajok vannak. As we plan, my team will continue exploration through this gateway. Other expedition parties can commence when ready. Hirtelen ilyen bevillanások vannak, hát. Valami kap átjáró, valami csillagkapu volt. Valami bizrizgál az orrom, tüsszentés lesz. Nem megy. Jól van. Levegőt vettem. Na. Itt járta, itt fejeztem az előző részt. Csinálni kellett valamit. Ráálltam, azt nem csinált semmit. Úgyhogy ez nagyon jó volt. Úgyhogy aztán idejöttem. Itt is voltak dolgok. Looks like something's missing here. Igen, ide kell majd berakni valamit, igen, azt mindjárt megtaláljuk. Ja, és ide kellett volna azokat a pontyokat. Ó, ezt találhattam volna. Na most várjál. Ó, ez be kell szimbolizni. Na most mi van? Nincs egy ilyen izé szimbó, vagy valahol ilyen retkedék. Jó van, majd, na ezt majd ki kell fundálni. Jó, ezt már ezt nem tudtam. Oké. Ez egy új dolog, jól van. Azt itt se írja, pedig itt van ilyen szimbólum. Mi van, várjál? Na most várjál, sok... Mi van? Most van ilyen benyomó... Na jó, mindegy. Menjünk középre.
keveset, mert aukálósolok. Ezeket nem nyitottam ki. Csak a középsőt ott azt. Most már ezeket is ki fogom nyitni. Hát, ha van bennük valami. Ott van valami. Többiben nincsen, ugye? Nincs. Ez kell nekem. Ez meg mi a teve, gyerek? Egy díszes fémtárgy, amely egy ősi jelet visel magán, az egyik oldalára faragták rá. Hát, igen. Így erre. Ez a jel hatalmas erőű lények ellen biztosít védelmet. Ó, most nem mondod, hogy úgy, mint a Maria ellen gyűjtögetni kell ilyen talizmánokat. Nem. Mázizek a képernyő. Ott egy társunk, aki ismét halott. Mi történik? Atya Jézus! A szívem gödre. Majd, Istenem. Jó van. Baszki, Deron. Mi van azzal a fel? Ja, csak olyan íz le van vágva egy ágon. Jó van. Tökre örülök neki, hogy ilyen dolgok vannak itt, jó. Várjál már! Várjál már! Ezt észre se vettem. Hát így... The same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Okay. Vagy ott is vannak ilyen izék, sírok, egy körbe. Nú, ezt nem tudtam. Bekezelezni őket. Bekezelezni őket. Na. Lemásoltam a jeleket. Ha! Nagyon jó. Ha! Isten császárság. Na nézzük. Van-e valami benne? Mutasd magad. Nem. Valami rám uglik, testvé... Korán reggel. Ezt fél óra azt indulhatok. Isten, még össze kell szednem magam. Hogy nézek ki? Gyeretek. Nem áll. Nem állj nincs belesem, ezt annyit szenvedtem érte, hogy kinyitogassam. Valami piszkel az orrom. Tüsszentés lesz belőle. Nincs itt semmi. Megszentségtelenítettem itt a dolgokat. Jó. Azért még egyszer belenézek, tehát... Ne kerülj el a figyelmemet semmi. Mert ez nagyon fontos, hogy ebben a játékban szerintem ebben nagyon fontos lesz. Jó. Itt végig fel. Hogy hívják voltam? Hát
Reméljük. Itt körbe, oké. És itt körbe csak. Oké, benézzünk a kő alá. Jó, jó, jó van. Akkor menjünk. Na! Ez izgalmas, mert ezt nem tudtam, hogyan kell. De mik ezek a hangok? Idegesítsen már föl. Lő. Be kell rakni a dolgokat ide. Jó, nem működik, mert nincs element a katalizmán. Azt hiszem, magától is csinálhatok, oké, oké. Na. Hogy van ez? Nem tudom. Krix-krax. Nem, te nem baszol korán reggel, hallod? Te velem nem baszol. Fotóztam. Csak hogy tudja, hogy merre hány méter. Tudja már, hogy hova tartozik azért, jó? Mert alatt nem tudom, hogy itt vagyok már izé az Andrász, nincs egy mobiltelefonja. Na jó van. Tudod, ki hiszi el? Napkollektor. Nincs mobil, nem? Na! Beilleszt. Mit illesztek? Ja nem. Oda beillesztem ezt a furát. Így-e. Oda. Akkor az ilyen sok pontos bigyót, eztet, meg ide. Az ilyen ezt, meg oda. Elméletben a napocskásat, meg oda. Kizárólagos alapon ez meg ott maradt. Nagyon, úgy nagyon. Nagyon pupec. Ez így kell lennie, oké. Okay. Ennek így kell lennie. Jó van. Nem cseszek. Na nézzük csak. Ó, ezt többet tekerem. Ó, Isten! Nagy bajt csináltam. It's stuck. Beragadt. Jó van. Hallottad, már pisilni kell, ideges lettem. Hű, te. Idáig nem jutottam el. Az előző egy óra alatt. Jó, itt is 43 percre. És remélem, hogy működik, és jó, mert... Fú. Mit akar korán reggel a főnök? Még fel se keltem. Automatikus mentés. Hát arra szükségem lesz. De ma oda le kell majd menni. De itt fönt futatjuk a pályafutásunkat. Csillogó fények. Csillogó fények. Ez én vagyok. De szép vagyok! Tetszett meg a most. Ó, de ronda vagyok. Miért van nekem egyszer a homlokom? For a moment, I thought my reflection in the mirror was about to talk to me. A fényben nem lettem szebb. Hát így sem. For a moment I thought I saw a light on my brow. Az nem a fény volt a szemöldök, az egy I felt a strange crawling sensation in my wrists when I touched this black mirrored surface. And I thought I saw a light glowing on my forehead. For a moment, I thought my reflection in the mirror was about to talk to me. Jó, hát itt csak annyi volt a lényege, hogy félig hozzánk szóljon ez a...
hear me? Oh, thank God. Yes, I can hear you. Finally. It seems the effect of the mixture starts to wear off. Frank, heed me carefully. Time is running out, so I must be brief. Where exactly are you? Dr. Faust, is that you? I'm inside the caves below the base. Where are you? Listen, I cannot talk much. I know that you are having trouble remembering, but you must keep going. Do you hear me? Milyen tengerről az járó? Where are you? Damn it! The connection is lost. He said I have to keep going. Why? Where are they? Lukacsok vannak. Lukacsok. Akkor igaz, valami, nézé, holló ember, gyík, mi az Isten, kecsecseőrű, az nem így néz ki, de mindegy, oké, a korábban látott az óriási szobor kisebb méretű változata, általán ismeretlen, fémből csodálatosan faragták ki, mit több látszólag a nagyobbik részleteit sikerült aprólékosan lemásolni, értem, elvettem, biztos, ami biztos. Na lehetek ezért kell videó körbenézni, mert ilyen trófeatárgyak bármikor, bárhol lehetnek. Ő, basszus. Jaj, de csodás vagy! Akartam is kérni. Tehát ez egy földkirály vulkan is tevékenység miatt az éghajlat itt nedves és mérsékelt. Nem tudjuk pontosan, hogy... Valóban ez a helyzet, az elmélet megmagyarázza az, hogy az apró szétszólt obszidián törmeléket a rejtélyes kőfalon együtt. Amikor belép a kerekkapunát... Kerekkapunát? És a szemszögből nem tudjuk. Teljesen megjegyzőkörülöttünk az örönségek, a legtöbb esemény nyilvánvalóan nem maradt hátra. A talaj megmarkulása két kézzel érzést kell. Biztos halandó ember ilyet nem tapasztalt még. Jó, akkor... Során... Faragták őket, az volt a tegnap. Micsoda? Vidának főtéme, és amire Dr. Faust meg különböző alkalmakra utalt is, egy sötét bőrkötésű könyvből, és nem is ijesztő volt, legalább csak azokra, azok számára, akik megérthették az alapszolgál kapcsolatokat. Megalitikus szobrok, díszesen álló sziklák és csiszolt lapkövek lapos területi alapján, melyeket néhányszor találtottunk, arra megszisültünk, hogy ez a hely a mélyféle vallási templom komplexum. Első tudjuk kézzel, hogy nyújtott ki egykori napjaiban, mert jelenleg romokban hever, csupaszon és mizlat. Megint ilyen videó. Utoljára a tengeratjárókat, és készen állnak az előttük álló következő bizonytalan útra. Hát ez volt a fényforrások és megjelölők az utat, hogy könnyebbé tegyük a sok kisebb expedíciókat. Rövidesen Dr. James Barlow jó hangok vannak. Elsődleges vízadalati kutatócsapat tagjai a következő célállomás felé veszik az irányt, amely úgy tűnik a legendás alvilág bejárata felé található. Azonban kíváncsi vagyok, hogyha valami olyat keresünk, amit nem lehetséges megtenni. Mégiscsak itt tapasztaltam, olvastam, tanultam meg annyi államtalan éjszakán át. A természet törvényeit mutatva, mirejtőzik azok, hogy gondolkodott el az ember, mely bizonyos államtalan éjszakának nélkül jobban lásson. Az arra gondolom, hogy az út könnyed ilyen napokba vezet. De válasz, hogy már át kell mennünk, hogy aha. Ha minden lenne lámpánk, akkor ott van. Ott egy ilyen... Ugye? Nekem is van. Ettem.
Hova egy tengeralattjár? Ja? Van egy pár. Nincs. Sák. Meg kell oda lemenni. Csak érdekel, mert nem hoz fel kell semmi, hogy le tudjak menni. Amíg ijedtem. Hogy hozzád nekem. Ja, így. Aha, jó. Ezzel kell tovább menni. Na, szerintem akkor én itt elmentem a játékot. Egy külön részen. Tudom, hogy volt egy automatikus mentés. Ide mentem. 15-ösre. Na, tehát innen fogom folytatni nektek a következő epizódot. És remélem, hogy most már itt, most már jó minden, a hang is jó, és nem fog elveszni a felvételnek a fele, se, és a 3-4-es, hanem az egész meg lesz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és azt is, hogy kitartottatok a hiszti cunami ellenére. Kezdek feloldódni. Tudom, hogy mindjárt most enni fogok. Egyrészt, másrészt meg köszönöm a megértést, meg hogyha valaki most jött ide a csatorna, szóval nem, itt, nem ilyen szoktam lenni, vagy a franc se tudja, de nem ilyen szoktam lenni általánosságban, nagy rész, javarészt. Úgyhogy, ha tetszett ez a rész, és még nem vagy feliratkozva, akkor is meg szeretném további hasonló videókat látni, akkor mindenképp nyomj egy kis feliratkozást, azt nagyon megköszönöm, illetve aki esetleg gyakrabban visszatér és feliratkozza, de még nincs benyomva a kis csengőgomb, akkor azt is érdemes benyomni, hiszen csak akkor küld nektek a... Bocs, ha behaladszik a gyomorkorgás. Szóval, csak akkor küld a YouTube nektek értesítést arról, ha bármi nemű videót feltöltök a csatornára, illetve ha néha egyébként, ha az be van bugolva, akkor érdemes fellépni a Discord szerverünkre, amit lent a leírásban megtalálhattok a linket hozzá. Ott egyébként nyugodtan tudtok beszélgetni a többi, úgymond, követővel, csetelni, stb. Embereket keresni, lore-ra, WoW-ra, faznafóbiára, stb. Tehát ott igazából nyugodtan tudtok ismerkedni, beszélgetni, stb. Nagyon jó szokott lenni a hangulat. És hogyha bármi van, akkor meg ott engem egyébként el tudtok érni. Legalábbis igyekszek nagyon sokszor ugye idézesen fent lenni. Nem nagyon sokszor, de igyekszek. De ott egyébként könnyebb engem ugye elérni, illetve írni is nekem, mert ott az a szoktam azért, hogyha nem is láttok fent, azért szoktam azért olvasni az ott megjelenő kérdéseket, meg panaszokat, bármit. Úgyhogy ott nagyon szépen köszönök mindent, illetve nyugodtan egyébként lent a komment szekcióban írjátok meg, hogy milyen volt ez a rész, hogy tetszett nektek, mi a véleményetek erről a játékról, és az, hogy what the fuck ez. Úgyhogy én tényleg minden nagyon szépen köszönök még egyszer, és kellemes pénteket nektek, úgyhogy már nincsen sok hátra a hétvégéhez. Jók legyetek, sziasztok!